2006 elején érkezett a Sonic Riders, úgyhogy még az ikonikus Sonic 06 előtt még lesz egy kis versenyzés. Ez itt nem más, mint a Sonic Riders, új karakterek, új versenyzés, nem olyan, mint a Sonic R, és itt vannak ezen. Új karakterek, új deszkák, új versenyzés, új játékmenet, erről van szó, vártam már! Üdvözlök mindenkit a Sonic Riders végigjátszásom első részében, megpróbálom összefoglalni egybe. Tehát ez itt a főmenü, nézzük akkor a story módot. A story módban itt vannak a hősök, lássuk akkor mi a történet. Hogy jönnek a karakterek, és mégis mi folyik itt? Oké, egész jó az a... Van egy jamming wave, valami tönkreteszi? Télsz észrevesz valamit? Jó kis CGI-os átvezető, elég furcsa. A radarjelét valami elrontja. Kiugrik egy-két, három karakter az ablakból, ott az a történés, a célpont. Gyerünk, az emerald, a smaragd ott van náluk, zöld, citrom és lila színezet. Gyerünk, erről van szó, ő is beszél. Szemüveg ott van, Sonic Riders kinézet, ott menekül a zöld színű. Rendőrök, figyelj, a jövőbe, hogy hol vagyunk, nagyon király. A sárga is, ő is megy, Sonic azt mondja, állj, ne tovább, de nézd meg, bum, elmegy az egyik, Knuckles, bum, elmegy a, ja nem, ő megvan. Hó, a deszkáról, hó, ott volt egy jel, Tails észreveszi. A harmadik. Micsoda? És akkor... Wohó, a sztori. Wow, Sonic fogja! És feldobja a levegőbe. Csepp! Ráugrik a deszkára. Indulás utána. Nem semmi. Na szóval... Mit? Hátra nézed, még mosolygod? Na jól van. Majd bemutatkoznak a karakterek, nézzük, milyen intenzív, akciódus, epikus átvezetők vannak itt. Nézd csak, hogy nézeget hátrafelé. Gotta go fast, Sonic oda megy, figyelj! Nem is rossz, oké, nem rossz, nem rossz, viszont mi a... hova? Eltűnt? What the... mi a... felugrik a magasba! És chat! Egy támadás? Hó, a cipő... annyi! Szóval te vagy a leggyorsabb dolog, ami életben van? Hát nem úgy tűnik. Neked kéne a leggyorsabbnak lenni? Ez nem úgy tűnik. Új versenyzés. Oké, akkor versenyezzünk. Van most már kihívás. Így kell felfogni, ezért szeretjük Sonicot. Na de. Ho-ho-ho. Megérkezett. Eggman. Tudod? Milyen meglepő, hölgyeim és uraim, remélem mindenki készen áll az új showra. Egy kiváló event van, egy kiváló lehetőség van itt mindenki számára. Ugyanis annyian unatkoznak, hogy egy kis extrát adtam. X World Grand Prix? Oké, egy ilyen verseny, hogy megnézzük, ki a legjobb az Extreme Gear-rel. Nem csak verseny, hanem egy speciális verseny, hogy megnézzük, ki a leggyorsabb. És... ezeknél a versenyeknél nincsen semmilyen visszahúzás, full erő, és mindenki fizet káosz smaragdot, és aki nyer, az visz mindent. Oké. Na ki az, aki ezt a kihívást elfogadja? Hát mi megyünk, befizetjük a káosz smaragdot, és utána megszerezzük Eggman. Most mit akar megint? Hát persze. Hoppá, van még! És ez még nem minden. Mielőtt elfelejtem, itt vannak a játékosok, akik a legjobbat, akiket meg tudtam találni. Nézzük akkor a versenyzőket. Azt mondja, itt az az a lila, hol a nevük, vere-vere a zöld. Ő volt az! Ő volt! Oké, Sonicnak muszáj menni! Let's do this! Úgy van, na gyerünk! Finish a top 3-ban kell befejeznem. Oké, Metal City-be érkezünk, hátrafelé kell indulni, ugyanis talpon vagyunk, és akkor kettő körül meg elindulni, azt hiszem így a jó, utána pedig mehetünk. Tudunk gyűjteni gyűrűket, és bal felső sarokba ott mutatja majd, hogy mikor tudunk szintet lépni, és az levegőben meg tudunk trükköket csinálni, lehet ugrani, mi jelenleg Sonic-kal vagyunk a kék deszka, de vigyázzat! Engedjetek ki ebből a szélvészből, mert ho, előttem ott vannak, kijöttem, szélre, az nem volt a legjobb, habár egy kis boostot nyomjunk, oké, negyedik hely, vegyünk fel egy
vegyünk fel egy kis levegőt, az itt a bal alsó sarokban van. Azt mondja, speed karakterrel, itt láttam a táblát, jó. Oké, egy B-rankos, 50 levegő, akkor egy boostot nyomjunk, csapjunk oda nekik. Ez az, itt, oké, kis kanyar. Hú, szép menet. Na várjál, pár gyűrű, 29, hát ez kicsi ugrás volt, ez C-rank, ez egy szégyen. Töltsük fel a levegőt, az E-t, a speedet, és utána nyomjuk, azaz egy támadás oda, harmadik helyezett, egy ugrás, de már megint mindig abban a szélvészben vagyok benne, szélre ki akarok jönni most. Gyerünk, jöjjünk ki ide, egy boost előre, aztán ugorjunk, BOOM! Ez az egy kis grind, utána ugrál, vagy az nem jól sikerült, nem baj, harmadik hely, top 3, negyedik hely, az nem jó. Akkor ugorjunk itt is egyet, vagy nem itt, akkor ugorjunk mondjuk itt egyet, és utána két, az jó, dupla árank, oké, mehetünk, már kettes szinten vagyunk, és akkor így 36 gyűrűvel már így nyomja ezt a pörgést, feltöltjük a levegőt, és utána csapatjuk tovább, befordulok, kilövés, és utána negyedik, hanyadik körnél tartunk, második kör, úgyhogy oda kell figyelni, mert a harmadik kör az utolsó, nehogy lemaradjak, legalább top 3 legyen az első versenyemben. Az, hogy gyorsan tovább, negyedik hely, final lap, gyerünk, akkor most egy szép 3-as Mute Melon és Method, rank, megint az A-rank, vigyázzunk, ide felugrok, hoppá, arra nem jól sikerült, jó, de most jól sikerült, jó, megint, Link 1, oké, összekapcsoltuk, kilövés, második hely, még egy kilövés, aztán egy kis betöltés, utána egy-két trükk, két trükk elég, level up, ezt már szeretem, ide be, hoppá, talpra, Sonic, gotta go fast, második, első hely, gyere, menj, nem kell most, vissza befordul, kilövés, nyomás, első hely, egy kilövés, egy szaltó fordulat, második hely, jó, mert az alsó szinten, első hely, első, let's go! Első Sonic! Oké, akkor megvagyunk az első verseny. Oké, de mi az, amit valójában Eggman akar? Én elmondom a káos maradokat. Ez nem lehet túlságosan fontos. Hey Sonic, Amy érkezik, mint mindig. Milyen szomorú lett Sonic egyből. Ne mondd azt, hogy te is bejelentkeztél. Hát természetesen, nagyon izgalmas és szórakoztatónak tűnik. Miért ne csatlakoznék? És emellett... Így, most már figyelhetek rád. Hey, mi? Ezt nem hiszem. Tés? Mi a baj? Az a jel? Ja, amit látott? Ismerős neked az a... Szerintem rajta volt az egyik deszkán. Future City-ben találkoztunk vele. Babylon? Mi? Babylon Rogue-nak a jele? Réges-régen volt egy... levegő sziget, mint az Angel Island, úgy? Ott rablók éltek. Pletykák szerint ez a legendás banda kiváló rablók voltak, a Babylon Rogue-ok. Hát ez mondjuk babiloni zsiványok, talán így fordíthatnám. A legenda azt is mondja, hogy a bűnjeik miatt a föld alá került ez az egész sziget. Ezután elvileg szétszóródtak a babiloniak, és sose találták meg őket, de a kincsük még mindig a szigeten van, amit meg kell majd találni. Extreme Gear specialisták voltak. Az Extreme Gear az a deszka, ami van náluk. Na. Hát ez nagyon bonyolult, hogy miért lebeg ez a deszka. Állj! Oké. Csak lebeg, aztán kész. De túl viccesek vagytok, bocsi? Ez a deszka elég furcsa. Én magam készítettem, bizony télsz. Ha? Mit csinál vele? Csak nevetgél? Mi van itt? Minek kell kinevetni? Nem gondoltam volna, hogy egy ilyen szeméttel fog valaki belépni a versenyre. Ez neked szemét? Első helyen végeztünk vele. De azért jót nevettem rajta. Hát ez a karakter. Szevasz, kicsike!
Mit gondol, ki az? Ez az Amy is. Ja. Ide jön az oda csíp Tails-nek egy ilyen beszólás. Tails az jól szokta csinálni a felszereléseket. Figyelj Tails-nek a mérgét! Hó! Kezdődik a következő verseny. Oké! Okay. Itt az ide. Jó, Tails-el megyünk, és neki is van egyedi gírje, egyedi deszkája. Ez itt a Splash Canyon című pálya. Lássuk akkor itt a kanyonba, nagyon jó új pálya, új karakter és új versenyzések. Kicsit forduljunk be. Tails, ahogy a Sonic Heroes-ban megszokhattuk, ő a Fly típusú karakter, úgyhogy majd megpróbálom figyelni olyan Fly-os dolgot, flyos feliratot. Ez egy B-rank, hát ez elég nagy szégyen. Wow, mit küldenek ott? Jó. Oké, pörgessük fel azt a levegőmétert, gyerünk. Minél szépen. Wow, ilyen magasra? Ott a bal szélen a fly. Bal szélen a fly. Jó, akkor repüljünk föl, repüljünk le. Sonic Heroes-os dolgok. Boom, level up. Ezt már szeretem. Első hely. És Tails úgy látom a konnektorra, hogy mivel elkezd itt pörgőzni. Jó, leszedi akkor... Ne, eltalált. Lecsípte, de kettes szintű vagyok még, 41 per 60, bal felső sarok. Jönnek mögöttem, nem túl hamar felkerültem a top ranglétrára. Ugyanis a dobogós helyszín nem tetszik nekik, hogy ilyen ügyes vagyok. Jó, drifteljünk be. Túl sok volt, úgy érzem. Viszont el fog fogyni az levegő, elfogy. Itt kellene egy trükköt legalább. Egy kapszula. Jó. Hármas szín. Töltsük fel. Töltsük. Boosttal akkor majd óvatosan megfogyassza a levegőt, és akkor azzal nem biztos, hogy jók leszünk. Tails, gyerünk, momentum. Oké. Bum bum, ez az. És Knuckles meg a Power Type, úgy ahogy a Sonic Heroes-ba mentünk. Gyerünk, szedjük le az első helyezettet. Bum! Oda csíptünk neki! Jó! Két trükk, egy trükk is bele... belefért volna még egy, ez egy B-rang gyenge. Nem baj. 94 gyűrű, most már a hármas szint megvan, úgyhogy az jó. Minden esetre utolsó körbe kezdünk bele. Egy kapszulát vegyünk fel, és aztán... Mi volt? Én driftelni akartam! Nem jó sikerült, a fék meg a drift úgy tűnik az... Ne! Lenullozta a szintemet. Meg tudom tartani a harmadik helyet? Mert ugyanúgy a top 3 a cél. Szerintem nem. Alig van levegő, negyedik hely, harmadik utolsó kör. 6 darab gyűrű. Nagyon lecsípett. Na várjál, visszapróbálom szerezni. Mellé! Nem igaz! Befordul ide-oda. Boost! 10 gyűrű, kevés. Ide jön mellé, megint kiüt. Ezt már elveszítettem. Jó, ez az utolsó kör, de gyerünk, boostot kéne még nyomni. Egy nagy szép ugrást, még egy-két trükk. Ó, ez már nem kell, SS, jó. Hát ott meg, első hely, megelőztem. Éppen a végére sikerült megelőzni. Szép volt, Tails, jól van. Beszóltak Tailsnek, de szerintem meg tudta védeni magát. Itt van Knuckles sétálgat, valami robot ment el ott mellette. Még egy robot, Eggman's Robots. És bum, neki megy még egy Eggman, vagy bárhova. Itt van egy másik deszka, Extreme Gear, wow, te vagy az? Ezért meg fogsz fizetni? Ja, ő volt az, aki elmenekült Knuckles-től. Minek kell várni? Most azonnal megfizet! Wow. Odaütött a robotnak. Mit csinálsz, te bolond? Ez valami... Ütés akart lenni? Szép próba, haver! Knuckles kiugrott előre. Bocsi, ez nem az én hibám volt. Hogyha nem ugrott volna el, akkor nem zúztak volna szét. Mi van? Na, kezdődik a verseny. Na itt az ideje. Akkor most Knuckles következik. Hajrá! Oké. Na gyere! Majd a versenyen! Oké, boss fight! Oké, akkor Knuckles-el vagyunk, és itt van Storm. Azt írta a játék, hogy le kell győzni Stormot, tehát első helyen kell nekünk befejezni. Egy szép ugrás, gyerünk, egy-két trükk. Jó, három trükk, bum! SS-sel kezdünk.
Jó, speed volt kiírva, itt egy balra kanyar, egy boost pad kimaradt, nem baj, egy kis air forduló, teljes fordulat, ott van storm, beindítjuk az ugrást, a felső szintre nem tudtam eljutni, de ettől egy AA rankot ki tudtam harcolni. Itt szélen, és vagy a fly jobb szélen, itt akkor erre tudok menni, power type-os cucc nincsen? De mondjuk ki tudja ütni a robotokat, tehát az mondjuk egész jó. Az mondjuk kedvelem, nézzük, itt egy ugrás bevinni, ott nem tudok. Itt középen, vigyázz! Ajaj, el fog fogyni. Itt kellett volna két trükk, ez kevés. Forduljunk teljes mértékben. Storm megy elől. Itt a töltés, ez az. Töltsük fel. Eddig jó helyen vagyok. Most egy boost oda csapunk, vagy oda ordítunk, láttad már ezt, hogy ordított? Jó, töltsük, akkor hogy is kell ugorni? Ja, itt van. Itt gyerünk, azt mondja, három trükk, még egy harmadik két trükk volt. Neköz ki tudja ütni az ellenfeleket egész vagányan. Úgyhogy erős, ezért power type, tehát neki nem útvonal van, hanem bármi, ami jön szembe, őt ki tudja ütni. Harmadik trükk, SS, szuper. Boost, most. Oké, kilövés, első helyen vagyok, második kör, 41 gyűrűvel, tehát kettes szint, nem rossz, viszont eléggé kanyargós, tehát nagy kanyarokat kell nekünk bevenni, viszont vannak jó boost padok, itt kellene egy ugrás, nem jól sikerült, ez egy C-rang, szörnyű, teljes fordulat. Kevés lesz a levegő, de egy boosttal beindulok ide, és itt feltöltöm. Nem tudtam teljes mértékben feltölteni, de egy ilyen ráfordulással még jó lehet, néhány gyűrű itt középen, és utána kilövés nagyba, 1-2-3 Jesse Melon Mute. Szuper! Fordulat balra. Storm nem tudom merre van, de nem is vagyok rá kíváncsi. Inkább arra vagyok, hogy itt fente bugorni, azt nem tudtam. Elég jó. Hármas szinten már jó nagy, itt jobb alsó sarokban látjátok azt a töltő, a két csíkot. Az az air, az a levegő, amivel mi tudjuk hajtani a gépezetet. Tehát ha az elfogy, akkor láthattátok a TSS-nél, ott elfogyott és boom, annyi is volt nekem. Ez most nagyon ügyetlen, hogy most megyünk. Ne hagyjuk magunkat. Egy ugrás. Szép. Nem rizikózom. Oh. Eggman gyár. És itt egy töltés. Első hely, harmadik kör. Ide egy boost, beforduló kilövés. Feltöltés, hogy legyen még egy kis boost. És megvan az elsővel. Legyőztük Stormot. Oké, okay, akkor Sonic ugrándozik itt. Gyakorolhat, úgy tűnik. Oké, okay, semi-final, a közép döntő, azt hiszem az, 10 perc múlva kezdődik. Oké, okay, hát akkor... Sonic nagyon hamar belejött. Mikor tanultad meg, bizony? Nem valami lenyűgöző olyan személynek, mint neked. Te! Megmésztelek, bizonyám. Nem rossz. Elég gyors vagy a lábadon, de itt az extrém deszkával teljesen más a helyzet. Ahhoz, hogy a leggyorsabb legyél a deszkával, egynek kell lenned a széllel. Szárnyak nélkül menjél a földön, sétálj! És kineveti. És elmegy. Bemutatkozott már mindenki, Stormot egyeztük a három új karakter közül. Mit gondol ki ez? De akkor még van kettő, a lila, illetve a zöld. I better be on my toes during this competition. Jó, itt most figyelni kell ennél a versenynél. És Tails visszaemlékezett arra, amit a lila karakter mondott. Még egy kicsit még javítgat, és akkor 100%-os lesz. Te mindig a legjobbat hozott ki magadból, ne aggodalmaskodj, Tails. Igen, de igaza van a... Micsoda? Feloldom a titkos
Extreme Gear-t számunkra? Jó, old fel nekem, hogyha tudod, akkor csináld. Várjál, de most mégis télszel jövünk, és itt van nekünk Wave. Látod azt a lila színű karaktert? Ő volt, és ő a Wave. Bemutatkozott, vagyis hát már az nem az előző videóban, de bemutatkozott, és egy Rank X-el kezdünk. Utána pedig a Wave nevet onnan szedtem, hogy az előbb kiírta, hogy győzzük le Wave-et. Tehát újra az a tennivaló, ami az előző versenyben volt. Nem gondoltam, hogy pikpok egymás után akkor így fogunk tenni. Azt viszont gondolom, hogy a Fly-nál menj. De ő is tud repülni! Ő is! És én leestem! Ez miért volt, hogy... Ugye, mert ha nem megyek, szerintem azért, mert ha nem megyek gyűrűn, akkor kiesek. Pedig... Egész jól tudtam haladni. Itt valami... Hú, mi ez a százlábú, vagy ki ez? Mi ez? Vissza lehet még hozni ezt a versenyt? Hogy állunk? Ott van Wave nagy lila színezettel csillog-villog. Legyőzünk egy ellenfelet, egy boostpad. Fordulunk tovább, de ez túl nagy volt. Nem baj. Negyedik hely az még nem rossz. Egy ugrásra felkészülünk. Nyomunk egy még egy... Hó! Itt van mellettem. Pont mellettem ugrándozunk a... hálón. A pókháló egy B-rankos lett, második kör, harmadik egy, itt vagyunk még elől, ne adjuk fel, itt kellett volna ugrani, azt elfelejtettem, elnéztem, egy gyenge B-rank, na de itt oldalról kiugorva még egy B-rank, még egy dupla A, nagyon szép volt, és láttam egy kaput, ami power type-os volt, úgyhogy Knucklesnek itt majd lenne tennivalója, itt sajnos az örvény nem engedte, hogy tovább haladjak arra, amerre a Flytype-nak kell menni, viszont azért elég... nem jó a levegő, pedig már pont most kezdtem belejönni. Ja, hát persze, mert nincsen egy gyűrűm, vagy éppen egy gyűrűm van, de szinten még nincsen, ami magasabbra került volna. Itt megint lecsúszok, hát ha visszahozom, második hely, ott lett volna speed, meg egy boost pad, ő is leesett, véve sem valami ügyes, talán egyedül csak a zöld karakter az lesz valami nagy menő, ahogy tapasztalhatta Sonic, 3-as, SS rank, drift, kiengedés, szép előrehaladás, még egy, gyerünk 1-2, az sem rossz, talán egy B rank, A rankot talán ad érte, nem szerintem egy dupla át is ad, final lap, utolsó versenyünk indul, utolsó körünk indul, elnézést, csak már olyan izgatott vagyok, olyan király, izgalmas, vad ez a játék, nincsen szünet, nincs pihenés, hanem csak dupla árankok. Második helyen vagyok én, de igazából a komputer egy béka, vagy mi van, egy... nem is Wave van elő, hanem az egyik csatlósa. Mi a helyzet? Itt kell ugorni? Ja, ez még nem az, ez a feltöltő, első helyen vagyok, pörögjük végig. 9 gyűrű, az elég kevés, viszont itt a power, az a power-ös. Most jól vettem be a kanyart. Másik kanyar is jó volt. Pókháló következik. Dupla árank, vagy nem a pókháló? Egyel arrébb? Wave ott van, most jön a pókháló! Kivetlek itt! Én győztem le őt, vagy ő engem? Féld? Miért? De mi? Jó, most meglett, első télsz. Oké, hát nem tudom ott mi történt az a field. Lehet kiütötte a gyűrűt, de hát nulla gyűrűvel is mehetnék. Na mindegy, ő lett a második. Így akkor a final stage? Oké, várj, a maradékok összegyűlnek. Ennyi volt a... Oké, néhány másodperc. Ki fogja megnyerni ezt a big eventet? Big fogja megnyerni. Gratulálok, én majd ott fogok szurkolni neked. Tehát akkor Amy nem jutott be ezek szerint, nem baj. Szerintem megnyeri meg amúgy, figyeld, az lenne komoly. És akkor ott van még a végső boss. Akkor boss után boss. Jó! Ez jó ez a játék, összegyűjtötték akkor így a pályákat, story egyszerű, nagyszerű, final event, nem túl hosszú, de azért izgalmas, én azt kell, hogy mondjam. Inkább egy ilyen jó, erőteljes csomagot ide adtak nekünk játékba, és akkor meglátjuk, hogy milyen lesz, hogy tudjuk ezt teljesíteni. Itt vannak a káosz smaragdok, mindenki befizetette akkor ezek szerint, itt lesz mind a hét, Super Sonic, vagy igen, hoppá! Sonic, oda rakja, és aztán, oké, szerencséd van, hogy idáig eljutottál, nem a képességed miatt lehetett, az biztos. Most már nem fogok veszíteni, úgyhogy fizess csak be nyugodtan, így, fair játék, oké, itt az idő,
Az utolsó verseny. A Sand Ruins. Itt van Tails, itt van Knuckles, és ott van Jet. Ezt írta nekünk a játék. Győzzük le Jetet. Jó, menjünk és akkor tegyük meg ezt. Egy Power Type. Ó, hát ez... Jó, a Power Type szükséges, de mi meg melyik irányba kellene, hogy menjünk? Négyen vagyunk csak, és én vagyok itt leghátul. Ez az nem tetszett most ebbe a szendes pályába, hogy minden homok, nincs kijelölve, hogy most merre menjek, de jó lesz az, a másodjára lehet, hogy összejön. Amire még figyelek, próbálok figyelni legalábbis, hogy hol van a speed type-os levágó vagy segítség. Bal szél, na ezt már szeretem, turbózzunk, egy dupla árang, aztán vissza le, innen fél pattogunk, fú, ez nagyon gyenge volt, volt pedig R, de még csak egyes szintű vagyok, semmi gond, megvan a gyorsítócipő, itt viszont nem tudok, nem lehetne Knuckles-re jönni, neki kettő darab segítség is lett volna, ahogy láttam, egy hatalmas power type ott lett volna, de ez nekünk kimarad. Itt viszont van egy kilövés, amúgy ezek olyan királyok. Jó, hogy csak így körbe-körbe kell nekünk a sticket mozgatni, de attól függetlenül szerintem elég királyok. Na akkor jöjjünk itt, balra kell jönni, csak annyira elvette a figyelmemet az a power type-os nagy oldal. Jó, hogy annyira ki volt írva, láttátok ti is, hogy power, és akkor menjünk arra, vagy nézzük meg. Jó, ott van, ott volt a sín. Azt nem értem, hogy Tails és Knuckles most miért nincsenek velem, mert minek kell őket is legyőzni. Második kör következik. Kettes szint, 52 gyűrűvel, ami azt jelenti, hogy pikpakja is a 60-at elérem. Egy kis R az jöhet, de már Jet ott leelőzött. Van ott egy másik oldalon is, úgy tűnik egy előre haladás. Nem tudom, minek ütnek ki, minek bántanak engem, azt viszont tudom, hogy első helynek kell lenni, és kikerülök oda. Ez lehet, meg lesz. Használtam sok boostot, de most nem kell boost, hanem ide, jó, elhasználtam, de bejöttem Jet előtt, harmadik körbe, és így megvan, nagyon van. Ez nagyon kemény pálya volt. És nagyon kemény harcos volt, de még itt nincs vége, tehát az átvezetőbe itt rákiabál, hogy ne, ez nem lehet, és Sonic meg be, vagy vere, mi történik ott velük, ott szurkol mindenki, hoppá, Bill, valami robbanás, ez csalás volt, azért nézte meg és szólt be Tailsnek, hogy rátegye a kis bombát. Ezért zsiványok. Jól áll neked a piszok. Hát ez nem igaz. Ez egy átverés. Sonic nyert volna. Ó, és még ő is azt hiszi, hogy ő emiatt veszített. De közben valami kocka. Kockába gyűlik a káosz maragdok ereje, vagy... Wow! Figyeld itt köré, ilyen Jet köré, na mi? Super Jet, vagy mi van? Hát mi van így? Jó, várj, jön az átvezető. A CGI, okay. Na így már egyből jobban néz ki. De ez a kocka az ugyanolyan. Ja, persze! Ott a térkép meg akarja keresni a káosz maragdok segítségével, hogy hol a kincsük, a babiloni kincsek, igaz? Azt mondjuk nem biztos, hogy azért volt itt a sivatagba, de annyi tuti, hogy az a sziget, ahonnan származnak, és ami lekerült a föld alá, most emelkedik ki, most emelkedik fel, így elérték a céljukat. De akkor a hősi sztori az a gonosz sztori befejezés? Vagy mi van ilyenkor? Várjál, még van még egy verseny. Ez itt. Babiloni kert. Hopp! Jit! És most pedig én megszerzem a babiloni kincset.
Majd Amy megmenti, figyeld! Amy rákapaszkodik! És Eggman viszi a prímet. Térsznál közze el kell kapni Eggman-t. Akkor még nincs vége, még megy megint? Vagy még tovább? Tornádó 2-es? Vagy a 3-as? Vagy nem, nem tudom melyiknél tartunk. Hó! Oh, Babilonia? És Eggman meg a kis tricikli, vagy mivel? Mivel? Figyeld! Sonic, használd ezt. Az Extreme Gear. Oké. Okay. Egy új gír. Pont arra készítettem, ha ilyen dolog történne. Előre gondolkodott Tails. Na mehetünk. Let's go. Ezt már szeretjük. Tyuhú, de komoly lesz. Leereszkedünk, de jön Jet. Együtt versenyzünk, vagy együtt megyünk. Wow. Azért tényleg gyors. Te nem érheted utol, tűnj el az utamból? Ezt gondolod? Hát szerintem meg utol érhetjük, én ezt gondolom. Ezt figyeld, majd én megmutatom, mi a valódi sebesség. Ez az, gyerünk, mutassuk meg. Egyszer és mindenkorra győzzük le Jetet, itt az idő, Babylon Garden. Eljöttünk erre, wow, várj, ó, ez nem volt, most egy, túl hamar nyomtam, nem baj, legalább most Tails és Knuckles nem ellenünk van. Egy boost ide fel, pattogjunk rá, ez az! Jó, tovább, fly és power! Azokkal én mit tudok kezdeni, nem sok minden, speed type, segítség nincs. Emergency alert. Wow, ho, de ott hogy ugorjak át? Ott mire kell átugorni? Ja, itt megy! A turbulencia! Az nem semmi. Be a viharba! Ez nem viszem el! Storm ezért kapta a nevét? Vagy... nem semmi pályát raktak itt össze befejezésnek. Nagyon jó. Ott van egy speedes. Ja, mert ott van kívül egy grind. Jó, de ott lenne vége. Aztán megint fly type-os. Utána itt ezen a szélen tudunk haladni. Jó, jöjjünk be turbulenciába. Fake, Oké, tehát akkor itt vagyunk második körben, itt egy speedes felugrunk, rajta grind, mehetünk egyenesen, megérkezünk, aztán itt van egy kicsi ugrató, gyerünk, egy-két trükk, jó, landolás, turbo, boost, minden jöhet, balra egy szép driftelés, aztán egy nagyobb ugratás, két trükk belefér, jó, 10 gyűrű, 3-as szint mindjárt megvan, utolsó körnél tartunk, úgyhogy Power Type-ot ott lehet használni, aztán itt feltölteni még, na de itt van még egy speedes lehetőség, gyerünk, wow, ott leugrottam véletlen, azt kár érte, pedig elég szépen mentem, nem baj, a 3-as szint megvan, túltöltöm és szétszedem itt az egész helyszínt, egy drift kilövés, balra drift töltés, kiugrás, aztán föl, a magaslatokba gyerünk, turbulencia, menjünk neki, oda a viharnak, ez annyira epikus, még tudták fullozni azt az élményt, amit elértünk a Sand Mount, vagy mi volt annak a Sand Dune-ék, vagy annál a sivatagos pályánál, landolás, és akkor itt már ezt ismeritek, hogy ide érkezünk, végig siklunk, csúszunk, és aztán itt lesz egy boost, vagyis egy jump lehetőség, de ezt most elrontottam, emiatt leesek, de szerintem még az első hely az zsebbe van, mert sikerült előnyre szertenni, itt egy fék, de le kellett fékezni, na utána boostoljunk fel, és egy-két trükk férjen bele, egy mute, egy tweak, egy dupla árang, és aztán GG, itt a cél, itt az első hely. Oké, akkor beért tényleg Sonic, és az otthonába győztük le Jetet, a Babyloni, nézd csak, még szárnyak nélkül is tudok repülni, igaz? Puff, Jetnek annyi, aki csalva nyer, az sose nyer. Lehet csak egy bizonyos darabig, de előbb-utóbb kiderül. Eggman, hol vagy? Ajaj. Mit akarsz, Amyvel? Na, légy jó, sindisznó, és maradj nyugton. Most! Mit tud? Tornádó? El tudod kapni a szelet?
Wow, mi van? El is tűnt? Hol vagy? Ez az. Itt vagyok. Fent a levegő. Boom! Jó. Na de várj, várj, Amy meg a... Várj. Jó, megvan a kocka, de Amy-vel mi van? Bob, odaadja neki? Meg is lepődik. Veszítettem, szóval ne szórakozz vele. Nem kell a szánalmad, és nem is nincs rá szükségem. Őrült vagy? Ha nem akarják, akkor vegyük el. A kincs az kincs. Wave-nek a kincs többet ér, Jetnek azért a bizalma, azért a büszkesége. Itt az idő, hogy menjünk. Tails, mehetünk? De Amy hol van? Elküldted Eggman! Hogy tudtad Eggman-t úgy legyőzni, hogy én is ott vagyok? Hát Amy, azt hittem, hogy oké lesz veled, és semmi bajod nem. Sonny, gyere mi! Hakalapátja! Ezúttal nem bocsátok meg! Figyelj, Tails is mindjárt, Knuckles is kap egyet! Szevasz! Hát ez nem volt semmi. Ez egy jó kis kaland volt. Hú, tetszett. Akkor köszönjük a fejlesztőknek, Yuji Naka és a Sonic Teamnek, Takashi Yuda és a többieknek, akik Kenjiro Morimoto, Hideaki Maria, Keneki Koshide, Tomori Sawada, Yuji Naka, nem tudom mindegyiket felsorolni. Olyan gyorsan mennek föl ezek a kiváló emberek, de ilyen gondolatok, ilyen mechanikák a Sonic Riders-re nehéz hozzászokni, nehéz ügyesnek lenni, de ez a lényege. Ugyanúgy, mint a Crash Team Racingnél is, ez is egy skilles játék, hogy ügyesnek kell, rendkívül ügyesnek kell lenni benne. Azért annál a homokos pályánál elég magas volt az ugrás a nehézségi szintben, de amúgy ez egy kiváló játék. Sőt, ahogy tájékozottam, ahogy jeleztétek, több Sonic Riders is van, úgyhogy kíváncsi vagyok rá, hogy mi a helyzet. Menjünk akkor, hát akkor ez ennyi volt a hős sztori, mert Dark Story nincsen. Skate Type-os Extreme Gear a boltba. Mission Mode odaadva a menübe. Új küldetések a Storm Mission. Babylon Garden pálya feloldva. Cream karakter fel, rouge karakter, shadow karakter. Opening, az a színházban be van rakva. Az insert, aztán akkor van egy új, a Blue Star 2-es Extreme Deska, Darkness Deska. Babylon, a Story Mode Babylon. Nem, tényleg itt van. Tényleg itt van a sztori, akkor külön a babiloni... Hát, ha valami extrákat megtudhatok, nem tudom, hogy csak a versenyek, vagy... Na akkor ezt döntsétek el, ha szóljatok hozzá, hogy akkor ezt most csináljuk, ne csináljuk, mert én szívesen játszok még egy ilyen jó menetet, pár verseny, és akkor lehet, hogy a babiloniakkal lehet menni, vagy pedig mutassam be a normál versenybe, egy sima szabad versenyzés, mondjuk az első pálya Metal City, de még vannak karakter... Na nézzük! Sonic a Sündisznó, Miles Tails Brower, Knuckles, Amy, Jet the Hawk, aztán Storm the Albatross, Wave the Swallow, itt van még jó pár karakter, akik Cream the Rabbit, Rouge the Bat és Shadow the Hedgehog, és akkor neki... Jajjaj, Darkness? Ja neki, de mi a... Ja valakinek gördeszka, valakinek meg légdeszka? Nem, nem igaz. Ez ugye... Na jó. Maradjunk annyiba, hogy a Babylon Story-t még bevesszük, játszunk még egy kicsit, és akkor várjál, de a boltot nézzük meg. A boltot nem hiszem el, mert ott volt a főmenüben. Itt van a bolt, mit lehet megvenni? Hadd ugye, figyeld, a kis Ciao árulja a cuccokat. Miket? Autoslide, Speed Balancer, mennyi mindent, és ott vannak, hogy ki, melyik karakterek. Nem igaz, Airbrew. Egy seprű. Jaj, mennyi minden van itt. Az igen. Na jó, oké. Babylon Story még, aztán meglátjuk, hogy hogyan tovább a Sonic Riders. Ez egy jó játék, ez jó. Találkozunk legközelebb.